Nem véletlenül esett a választás Szombathelyre, hangsúlyozta vasárnap a tábor megnyitóján a szövetség elnöke. Vári Attila elmondta, hogy nagy szerepe volt ebben a tavalyi nagy sikerrel megrendezett ifjúsági vízilabda világbajnokságnak, valamint az itt zajló magas szintű szakmai munkának, aminek köszönhetően már a meghatározó vízilabdavárossá vált a Vasi megye székhely. Többször voltunk itt, nem csak a szövetség, hanem különböző csapatok is, válogatott csapatok is, mert megvannak a lépcsőfokok, tehát a legkisebb képzéstől az iskolai képzésen át közösen az iskolákkal alakította ki Szombathely a vízilabdás képzését, tehát tudományos alapja van. Azért is fontos a tábor és az ott szerzett tudás, mert ezzel nem csak a tehetséges fiatalok gyarapodnak, hanem az edzők is kölcsönösen tapasztalatot cserélhetnek. Összességében majdnem 100 gyerek vesz részt a táborba, és közel 20 edző foglalkozik velük. Napi 4 óra vízi foglalkozás, és emellett szárazföldi képzés, valamint elméleti képzés is lesz a programban. A táborban résztvevő 2006-2007-es korosztályú fiatalok között már most sok tehetség mutatkozik. A kérdés csak az, mennyien jutnak el a felnőtt válogatottságig. Én 3 éve vízilabdázok, és hát eddig nagyon sok élményem volt így a vízilabdában. A legnagyobb élményem a gyerek csapattal volt, ahol rengeteg tornát megnyertünk, itt Szombathelyen is volt torna, meg a 2006-os korosztályban, a saját korosztályomban is elég jó sikereket érünk el. A tehetséggondozó tábor pénteken zárja kapuit.